halihó sárga pólósok, halihó ellenállók, lámpagyújtogatás Sziget-Szent Miklóson, Baranyai Csaba Lámpagyújtogató című könyvének a bemutatását fogjuk most megcsinálni. Ezen az első őszi napon 2018-ban, tehát szinte biztos vagyok benne, hogy az őszi véleménynyilvánítók közül az első 10-be benne vagyunk, nem hiszem, hogy ennél sokkal többen kezdtek ma már a pénzhatalom, a politikai hatalom elleni véleménynyilvánításba. Ugye a szokásos Sziget-Szent Miklósi túra, tehát a bankoknál plakátokat helyezünk ki, Fidesz irodánál, Bona Zoltán fideszes képviselő irodájánál fogjuk ezt megtenni. Én egy szokásos autós csomagot, tehát a csalcsomaggal jöttem, és közben ezt a Seviza hitelesekről szóló könyvet fogja a szerző bemutatni ebben a nagyjából egy órában, amit most velünk tölthettek, hogyha van kedvetek hozzá. Még az új nézőknek néha majd elmondjuk, hogy miről van szó és miről szól ez a mai könyv. Úgyhogy én át is adom Csabának a szót, amíg én ugye felhelyezem a szokásos plakátokat, hadd meséljen ő a könyvről. Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok, Sevizások! Ahogy a Laci mondta, én egy könyvvel érkeztem hozzá, Sziget-Szent Miklóson. Ha maradhatunk ennél a képzavarnál, hogyha Mohamed nem jön a hegyhez, majd a hegy jön Mohamedhez. Ugye biztos tudjátok, hogy Laci nem igazán tud Budapesten részt venni. Most szervezés alatt van egy lehetséges könyvbemutató. Nem tudni mikor, lehet, hogy szeptemberben, lehet, hogy októberben kerül majd megtartásra. De hogy Laci addig ne maradjon könyv nélkül, mindenképpen úgy gondoltam, fontos lenne személyesen átadni neki. Az apropója, hogy Anitával ők most eljöttek a szokásos kis plakát ragasztó körútjukra, és úgy gondoltuk, hogy jó ötlet lenne ebben nekem is részt vennem. Úgyhogy elnézést az öltözetemre, de úgy látom hozzájuk tudtam öltözni. Nem egy könyvbemutatóhoz, öltönyben, inkben, hanem plakátra ragasztáshoz érkeztünk. Én is ki fogok tenni három plakátot, majd később majd megmagyarázom, hogy melyik kapcsán mire gondoltam, úgyhogy ha van addig Lacinak lehetősége, mondhat ő is pár szót, amíg én elfoglalom magam, mert nem vagyok olyan rutinos, mint ők, hogy ragasztás közben is tudjak beszélni. Igen. Csak így az öltözékről, ha már Csaba megemlítette, jót mosolyogtam, a könyvbemutatóra is így mentem volna. Tehát egész biztos, hogy teljesen mindegy, hogy ez a Hiltonba lett volna, vagy nem tudom, hogy hol, akkor is ez a sárga póló, ez teljesen odaillő is, és oda való ehhez a könyvhöz. Hiszen ugye, amikor Csaba felhívott annak idején, hogy ő szeretne egy ilyen könyvet írni, és interjú alanyként megtisztel azzal, hogy részt vehetek benne, akkor nekem volt egy izgalmas feltételem, amit egyébként a könyvbe szereplő senki sem kérte Csabától, és Csaba is először talán meg is lepődött rajta, hogy az interjút mindenképpen valamilyen véleménynyilvánítás közben kezdjük el. Ugye az egészet is levezethetjük volna ott, de úgy emlékszem, nem volt túl jó idő, és ezért nem ültünk ki erre a... Mennyi volt? Másfél? Két óra? Három órát beszélget? Három és... Na akkor ennyit beszélgettünk Csabával, tehát ennyi időt nem ültünk ki Kövér László házához, de Csaba nagyszerűen bevállalta, hogy ott kezdjük. Persze, egész nyugodtan. Tehát Csaba bevállalta, hogy akkor kezdjük meg a véleménynyilvánítás kezdjük meg az interjút egy véleménynyilvánítással, és ugye így, hogy most nem mehetek Budapestre, így különösen jó lett, mert a vége is, tehát a könyv bemutatása is egy véleménynyilvánítás keretében történik, hiszen ugye a könyvben arról van szó, hogy mi hogyan csináljuk. Hát mi így csináljuk, és akkor hadd legyen személyes tapasztalata Csabának arról, hogy mégis mik a mi munkamódszereink, hogyan állunk ellen ennek a mocskos hatalomnak. És akkor Csaba, egy kicsit meséld el, hogy te mit tettél ki, és miért azokat. Én kevésbé ilyen direkt üzenettel érkeztem a hozzátok. Három olyan plakátot teszek ki majd minden egyes bankra, ami elnézésre mindegyik bankra érvényes lesz, úgyhogy nyugodtan készülhetek ezzel a sablonnal. Három olyan papírt hoztam, amelyből kettő foglalkozik a 2008-as pénzügyminisztériumi és bankok között megkötött paktummal.
most csak bemutatom, aztán nem beszélek róla, hogy én szerintem ezek miért fontosak. Illetve középen található egy olyan kis összeállítás, azt, amit én magam készítettem, ami tulajdonképpen a libornak a csökkenő értékét mutatja, ábrázolja az időben. Ugye ez azért fontos, mert előszeretettel mondják azt, hogy amit deviza alapú hiteleink, vagy deviza elszámolású hiteleink, aztán ki tudja még ezt a csaló terméket, hogy szokták illetni, hogy ezek például svájci frank alapúak, és ugye a svájci frank alapú hitel, az úgy elszámolt hitelek alapja nagyon sok esetben a szerződésekben is így volt az megfogalmazva, vagy az ÁSZF-ekben, hogy ezek a libortól, tehát a három havi átlag értékétől függenek, mint referencia kamatok. És én azért hoztam ezt az ábrát, mert ez a valóságban nem így alakult. Ugye tudjuk azt, hogy kb. 2,1, vagy mikor ki, hogy vette fel ezt a szerződést, kb. Azon az értéken indult a libor, és mire nekünk folyósítottak, akkor volt 0,2 tized, vagy nem is tudom, talán még mínuszos értéket is fölvett időszakonként, és ezeket a csökkenő kamatértékeket nem juttatták érvényre a pénzintézetek, sőt, mi több, a magyar törvényhozás sem jutatta érvényre, amikor az elszámolás lezajlott. Úgyhogy majd erről is fogok meg egy kicsit beszélni. Oké. És akkor vár otthon tipró Picsányi Bank, ahol a könyvről is biztosan... Hogyan jött az ötlet neked, hogy írsz egy ilyen könyvet, Csaba? Volt egy internetes könyvem, ezt majd fogjátok látni, ami csak az interneten jelent meg végül. Akkor egy nagyon kedves barátom megkértem rá, hogy nézze meg, jellemezze, hogy milyen volt, ha talált benne hibát, segítsen kijavítani, mert mindig szüksége van az embernek segítségre. És akkor úgy jellemezte a könyvet, hogy hát igen, a szép irodalmi értéke az azért nem üti meg a klasszikusét. Mondhatni, nem elég, hogy valakinek folyik a tolla, azért jó is lenne tudni írni. Én nekem nagyon megtetszett ez az önkritika, azóta is használom. Így tudom kifejezni, hogy folyik a tolla. Nekem mindig kell valamit írnom. Vagy éppen a polgári peremnek az anyagába piszkítok bele az ügyvédem örömére, vagy amikor büntetőfeljelentést ír az ember. Hát ha más alkalmak nem igénylik a figyelmemet, akkor előszeretettel írok, legtöbbször magamnak, és most van szerencsém ahhoz, hogy másoknak is ezt megmutathatom. Az ötlet igazából nem is tudom, hogy mikor pattant ki a fejemben, hogy a deviza hiteles érdeklődőkkel folytassak interjút. De egyszer csak eszembe jutott, hogy én ha készítenék egy interjúkönyvet, kiről írnék, vagy kivel készíteném ezeket a riportokat. És kézenfekvő, hogy miután az ember dolgozik 8-10 évig egy adott területen, vagy foglalkozik egy témában, akkor miért nem azzal? Hiszen azt tudnám legjobban hitelesen bemutatni, most érhetek ezzel a két zavarra. Úgyhogy akkor jutott eszembe, hogy sajnos van szerencsém ismerni a deviza hiteles érdeklődőknek egy részét. Ismertem közelről a Szabó Józsi látásból, a Hámori Gábort például, illetve hát ugye nem adom a házam mozgalomnak az aktivitását, ugye láttam azért az interneten, és valljuk be, szerintem kevés ember az, akit nem melengeti meg a szívét az a fajta elán, meg az a fajta aktivitás, amit a Lacék mutatnak. Mondhatjuk azt, hogy egyre kevesebb létszámmal, de én azt gondolom, hogy egyre nagyobb elszántsággal, és mindenképpen tiszteletre méltó az a kitartás, ami évek óta zajlik a házatáján.
Úgyhogy Laciék így jutottak eszembe, hogy őt is mindenképpen el szeretném érni. Nyilván ez nem, ezt majd írtam is a könyvben, ez nem valamiféle kizárólagosság, amik azok a személyek, akik szerepelnek ebbe a könyvbe. Tehát én nagyon szerettem volna másokat is fölkeresni. Például majd fogjátok látni a személyeket. Nagyon szerettem volna olyan riportalanyokat is behozni, akik büntető ügyben tevékenykednek, akik ebben az irányban mozdultak el. A Menyussal például nagyon szívesen találkoztam volna, de másokkal is, akár a Kásler Árpáddal vagy a Falu Zsolta. Az, hogy ők végül nem találkoztam velük, az egész egyszerűen az én számlámra írható, mert vagy nem volt ismerettségem, vagy már a formálódó könyv annyi információval és anyaggal szolgált, hogy végül azon kellett versenyeznem, hogy hogyan tudom lerövidíteni az információt, hogy azért emészhető és élvezhető maradjon, és emiatt nem tudtam hozzájuk eljutni. Úgyhogy ezúttal is szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki nem szerepel ebbe a könyvben. Az a 20-30 szervezet nyilván nem lehet alanya, mert hát ez nem egy lexikon. Tehát próbáltam egy olvasmányos könyvet mutatni. Most csak bemutatom, hogy a következő állomás, mert hogy szeretnék én is plakátolni, hogy a következő állomáson kicsit többet beszélek róla. Ugye így néz ki. Akik szerepelnek jelen pillanatban ebben a kiadványban: Hámori Gábor, Kerékgyártó Katalin, Kerékgyártó László, Lázár Dénes, Madari Tibor, Póka Laci és Szabó József. Jó, most engedjétek meg, hogy én is feltegyem a három kis plakátomat, és hogyha valakinek egy bármi kérdése majd alakul, akkor szólhatok, és szívesen válaszolok. Jó, írjatok, nézők, hogyha van kérdésetek, akkor nagyon szívesen megválaszoljuk ezt is. De ha a szokásos egyéb hozzászólásatok van, azt is szívesen vesszük, és ha tudunk, akkor arra is fogunk reagálni. Ugye nagyon fontos, Magyarországon diktatúra van, ugye most a nagy plakátok vannak itt, de ugye nagyjából ezeket hozom, amikor Briggával jövök el. Itt, amivel bővült, hogy ez a bank éveken keresztül tisztességtelen volt az ügyfeleivel. Ugye ezzel ütöttünk nagyot, amikor kiküldték az elszámolásokat, és ugye a bankokon belül is ezzel a plakáttal nyilvánítottunk véleményt. Tegnap például Budaörsön első fokon 2x400 ezer forint perköltséget rót ránk a segnyaló bírónő. Ennyit kellene, ha másodfokon is megítélnék, kifizetni az OTP-nek, azért, mert ebben az ügyben is beadta a sablonkeresetét, és eljött néhány tárgyalásra az ügyvédjük. Tehát én azt gondolom, hogy Budaörsön bőven vannak segnyaló bírók, illetve mondhatjuk azt is, hogy eddig csak ilyennel találkoztunk budaörsi bíróságokon, aki a hatalom segélyt nyalja, a véleménynyilvánítás szabadságát nem tiszteli. Berta Tibor Zoltán kérdezi, hogy mi várható a bírósági ítéletből? Mármint gondolom akkor a OTP birtokvédelemre gondolsz. Hát az, hogy megyünk tovább, tehát nyilván megkapjuk írásban, akkor fellebbezünk, és majd a Budapest Környéki Törvényszék eldönti, hogy ez itt helyes vagy nem helyes. Tehát, hogy valóban birtokot sérte az, aki egy közforgalom számára nyitva álló területen vélemény nyilvánít, vagy nem sért birtokot. Ugye van már három olyan ítéletünk is, ahol azt mondta a bírón, hogy semmilyen módon nem tudunk birtokot sérteni, hiszen a bank tudott működni, tehát mindaddig, amíg tudott működni, ez az ő funkciója. Egyébként meg nyitva volt az ajtó, egyébként meg nem randalíroztunk, tehát nem sértettünk birtokot. Itt van valami, hogy mehetünk a kamatom előtt. Igen, ez a kedvenc. Nagyon-nagyon örülök ennek a plakátnak, hogy ez létezik, és szellemesnek gondolom, örülök neki, hogy Laci ezt kitalálták és használják. Szerintem nekem is vissza kéne menni némi munícióért, ugye? Mert szerintem ő visszajön. Uh-huh. Jó. Biztos elszalad csak a fényképezőért szerintem. Nagyon fontosnak tartom a Lacitnak azt az üzenetét, amit velük együtt nagyon sokan még megfogalmaztak, hogy a kilakoltatásokat meg kell állítani. Ez az egyik legfontosabb üzenet most a devizások részéről.
Ennek nagyon profán szerintem az oka, mert családokról van szó. Itt nem csak egy tévedés áldozatát kell úgymond megbüntetni a hatalomnak, a pénzvilágnak, ideologizálhatjuk ezt bárki, bárhogyan is, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy itt a magyar társadalom nagyon nagy része érintett, és ezt az érintettséget nem lehet tóvonásokkal intézni. Én azt gondolom, hogy vérmérsékletet kell tanúsítani a résztvevőknek, még akkor is adott esetben, ha úgy érzik helyesnek, hogy ez a kilakoltatás már pedig ez jogszerű, ha ők úgy gondolják, hogy nekik ehhez joguk van, mert a törvények az ő véleményük szerint ezt megengedi, akkor is, ha a hatalom melléjük áll, teljesen mindegy, hogy milyen apropóból teszi mindezt, de én azt gondolom, hogy az emberségüket kicsit elő kéne venni, és végig gondolni, hogy mi az, amit cselekszenek, mert ezek visszafordíthatatlan cselekmények. Nem akarom minősíteni, az a bíróságoknak, meg az ügyészségeknek a dolga, de mindenképpen cselekmények. És nagyon fontos az, hogy nézzenek magukba, szálljanak magukba, gondolják végig, hogy hány embert és milyen körülmények között lakoltatnak ki. Én most nem akarom demoralizálni a nézőket, de nyilván ti is látjátok azokat, amikor idős öreg bácsik egy darab szatyorra jönnek ki az ajtón, vagy ájultan esnek össze a gang alján az emberek. Látjátok, tudjátok, miről szól ez a történet. Ezek mögött emberek vannak. Szerintem nagyon fontos lenne az résztvevőknek, a kilakoltatásban résztvevőknek ezt végig gondolni. Akár egy lakatosról van szó, akár egy bútorszállítóról. Nagyon könnyen mondják azt, hogy én itt egy megrendelést teljesítek, nekem keretszerződésem, vagy nem is tudom, hogy mit mondanak, nem is néztem utána. Ezek közé mögé be lehet nyúlni, be lehet bújni, de nagyon, én azt gondolom, hogy merjenek nemet mondani ezek a résztvevők, akár a kilakoltatásban résztvevők, vagy akár mondhatnak úgy is nemet, például a banki ügyintézők, vagy a hitelközvetítők, akik már fölismerték a szerepüket, a kihasznált szerepüket ebben az ügyben, hogy a jogszabályok és a törvények betartásával, de hozzák nyilvánosságra azokat az információkat, amik a birtokukban van, és amelyek végre segítenek az ügyészségekben azzal, hogy az ügyészségek és a rendőrhatóságok ne utasítsák vissza ezeket a beadványokat, hiszen a gyanú alapos. Azt gondolom. Csaba, te is érintettje vagy ennek az ügynek, ugye? Igen. Erről egy pár szót a nézőknek, hogy lássák, hogy hogyan... Igen, nagyon örültem, hogy a olyan embereket tudtam megszólítani, akik maguk is érintettek. A hangszínek is van, illetve fogjátok tudni olvasni, hogy a Szabó Józsinak például, a Hámori Gábornak is vannak folyamatban lévő ügyei, és ezek az emberek hitelesen tudnak hozzászólni. Én is emiatt vettem magamnak a bátorságot, hogy beszélhetek erről az ügyről, mert én is érintett vagyok. Én egy lakást leasingelek, annak minden szépségével. A jelenlegi tőketartozásom az körülbelül nettó összeget mondok, mert vagy nagyságrendet mondok, mert a leasingnél az áfa bekavar, úgyhogy nem akarok itt most konkrétan. Tehát az a lényeg, hogy az akkori felvető hitelemnek kb. 1,5%-a az áfa nélküli tőketartozás, mint amit én valójában felvettem. Tehát ugye eltelt 10 év, én az az állatfajta vagyok, aki Laciéknak az egyik pontját nem tartja be, mert ugye engem azonnal utcára tenne a bank, ugye kilakoltatási nyilatkozat van a közjegyző által keretbe foglalva. Tehát én még fizetem a hitelemet, több tíz év, tehát a 10 éves tisztességes fizetés után kb. 1,5-szeresével tartozom, mint amit felvettem.
most ez azért érdekes, én azt gondolom, és itt van még egy téma, amit behoznék ide, ez azért érdekes, mert ugye amikor megcsinálták az elszámolást, akkor a kamatokat, az ügyleti kamatokat olyan módon alakították ki, hogy a rekord mélységben lévő buborhoz, mint referenciához igazították. Még akkor is, ha a te szerződésedben mondjuk ez egy fix kamat volt. Vagy éppen liborhoz volt kötve, amit ugye az előbb is már mondtam, és majd mindjárt fogok róla többet beszélni. Nem tartották be annak a csökkenő értékét az üzleti kamatban érvényre jutott. Azok az emberek, akik még fizetik, azok hát nagyon nincsenek jó helyzetben. Nyilván jobb helyzetben van, mint akit most tesznek az utcára. Ezt így gondolom. De nincsenek jó helyzetben, mert a rekord módon feltőkésített tartozásokra most egy iszonyatosan nagy kamatkockázat ül rajta. Ezek az emberek nagyon nagy veszélyben vannak, főleg ha most jelenleg még úgy tudja fizetni adott esetben, hogy ő mondhatni a létszre ezek. Ők nagyon nagy bajban vannak, és nagyon javaslom minden egyes károsultnak, aki még ebben a helyzetben van, hogy gondolkodjon el a megoldáson. És mindenkinek el kell gondolkodni. Lehet valakinek az, hogy megállapodik, lehet, hogy az, hogy perel, hogy Strasbourgba megy, hogy fizeti tovább, hogy büntető feljelentést tesz. Mindegy, de gondolkodjon rajta, mert ez az időzített bomba újra ketyeg. Tehát nem senki se gondolja azt, aki 2015-ben hosszú távú szerződéssel rendelkezett még, tehát most nem arról van szó, aki mondjuk 5 év múlva lejár az autó, és mondjuk egy 1 millió forintos befizetéssel esetleg végtörleszt, és azt mondja, hogy megszabadultam ettől a rettenettől. Akinek hosszú távú szerződése van, és még nagyon tőketartozása van, nagyon gondolkodjon el a megoldáson, hogy hogyan tud esetleg fixálni, hogyan tud kiszállni, vagy ha még nem perelt, akkor pereljen, bár egyébként látjuk, hogy erősen lejt a pálya. A könyvben is írtam, hogy az igazság szobrának mérleg serpenyőjében olónak volt. Egy picit a könyvről, hogy hogy épül fel, vagy akár az, hogy hogy lehet hozzájutni, kinek ajánlod a könyvet, tehát így ilyeneket légy szíves, pár dolgot, hogy ha már úgyis a könyv bemutatása volt ma a cél, nyilván a többi is mind nagyon fontos információ, azért a könyvről is beszéljünk. Igen, köszönöm Laci figyelmeztetést és a lehetőséget is. A könyvről annyit kell tudni, hogy ez a 7 érintett egyenként készített velem riportot, vagy hát én volt szerencsém készíteni velük. És ez 7 önálló beszélgetés alapvetőleg. Tehát ahogy a Laci is elmondta, annak idején ő hozzá is eljöttem, akkor egy 3,5 órában tudtunk beszélgetni. Van, akivel kevesebb időm állt rendelkezésemre, valakivel több. És ezekből az anyagokból mondhatni önkényesen, de nyilván nem cél nélkül, tehát nem céltalanul, válogattam össze a forrásanyagokból. És ez a struktúrált interjú, ezt így hívják, a struktúrált interjúnak megvolt az előnye, az a lehetősége, hogy utána az ő általuk az adott kérdésre megadott válaszokat egymás után tudtam szerkeszteni akképpen, hogy azt a hatást tudtam elérni, hogy minthogyha ők valójában egy asztal körül ülnének, és ugyanarról a dologról beszélgetnének, és ezáltal létrejöhetett egy olyan hatás, ahol nagyon szembetűnő módon látszódnak azok a vélemények, amelyek kapcsán ugyanúgy gondolkodnak, vagy látszódnak azok az ellenvélemények, hogy ki miben látja az adott témakört másként. És ez nagyon izgalmas. Ezért is akartam például olyan személyeket felsorakoztatni, akiknek egyik része a bíróságokon próbálja keresni az igazát,
vagy egy másik része az utcán, mint a lacék, vagy akár mint érdekvédő próbál különböző módokon embereken segíteni. Úgyhogy őnekik mindannyiuknak más és más a látásmódja, és ez egy nagyon izgalmas egyvelegé tudta összegyűrni ezt a téren. Úgyhogy így épül fel. Vannak kérdések, amely kérdéseket külön-külön feltettem mindannyiuknak, és utána ezeket pedig mondhatni fejezetenként összeszedtem. Aligó, van pénz az automatában? Ezt mi nem tudjuk. Mi nem vettünk ki belőle. Igen. Ez való? Azt jelenti. Ezek csalnak, igen. Igen. Mindegyik bank egyébként. Persze. Mindegyik. Mindegyikre teszünk. Ja jó. Undorítók egyébként, ez szó se róla. Igen. És miért tartja undorítónak? Hát én például most azért, most nem tudom, hogy ez az utazási iroda, el voltunk nyaralni, átutaltuk a biztosítást az utazási irodába. Kavarodás volt, és ráfogták a bankra, vagy ő, vagy a bank, de mindjárt egy 10 euróval lehúztak minket a visszaadásnál. És mit mondtak? Azt, hogy ez a bank hibája. És a bank mit mondott? Azt nem kérdezték. Meg kell kérdezni. Nagyon fontos megkérdezni. Igen? Meg vissza kell tőle kérdezni. Az a legfontosabb, a bank. De ők hibáztak? Hogy még gondoltak? Hát egyébként igen. Hát, holott ugyanannyi visszautalni, mint elutalni. Na minden. Persze, nem szabad hagyni. Nem mindegy, meg kell kérdezni. Igen, igen. Hát már is van ugye ez nagyon jó helyszín, ez Sziget-Szent Miklóson, itt a Sumicredit Bank előtt, ugye ők hívtak, magyarodjunk a Sumicredit felé, és itt mindig nagy a közönség, főleg ilyenkor szombat délelőtt, ugye itt a piac, itt vannak nyitva az üzletek, és hát már is találkoztunk egy olyan emberrel, aki szintén nem elégedett a bankokkal, és amikor bankoknál véleményt nyilvánítunk, szinte csak olyan emberrel találkoztunk, aki nem elégedett a bankokkal. Tehát ezek soha nem értetek vannak, soha nem azért vannak, hogy neked jó legyen, hanem azért, hogy neki jó legyen, és megpróbálnak minden téren átverni, tehát ezt jól látjuk. Ugye éveken keresztül tisztességtelenek voltak, ők maguk írták le, hogy éveken keresztül tisztességtelenek voltak, és semmilyen következménye, büntetőjogi vagy egyéb következménye nem volt ennek, nem volt ennek különösebb anyagi következménye sem, mondjuk kártérítés vagy ilyesmi, de próbálnál meg te kedves néző, vagy itt akik néznek minket éveken keresztül tisztességtelenek lenni, azonnal bilincsbe vinnék el. Tehát így tennél a banknál. Csaba, neked valami még? Igen, visszatérhetünk erre a három anyagra, mint amit mondtam, hogy pár szót fogok beszélni. Az első, az egy megállapodás a pénzügyminisztérium és a kereskedelmi pénzintézetek vezetői között. Ez a megállapodás 2008. novemberében íródott alá, és az volt az apropója, hogy akkor már látszódott, hogy a devizahitelesek hát mondhatni rúgkapálnak, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Ott már az úgynevezett válság időszakát éltünk. 2018. februárban az árfolyam rés, vagy bocsánat, az árfolyam sávot eltörölték, azt hiszem így nevezték ők ezt, amely biztosította, hogy a devizahitelesek ügyletei alapjául szolgáló, például svájci frank ne szálljon el az égbe, még akkor se, hogy a gazdasági törvényszerűségek ezt egyértelműen igazolják. Most két szót fogok mondani, írjátok le a lapra, ne foglalkozzatok vele, a kamatparitás és például az árfolyam, hozam, kupon, görbék, azok a technológiák, amikkel a bankok nagyon jól tudták, hogy baj lesz. Na most, ez a megállapodás arról szól, hogy a pénzügyminisztérium és a bankok vezetői szükségesnek tartották megbeszélni egymás között, és véget venni annak a folyamatnak, aminek részese voltunk. Nevezetesen, hogy aki forintosítani szeretne már akkor, 2008 évvégéről beszélünk, aki forintosítani szeretné, azok részére nem fognak újabb költségekkel akadályt gördíteni. Aki például ki szeretné tolni a futamidőt, bár egyébként tudjuk, hogy ez csapda, főleg egy emelkedő árfolyam kockázat fényében, az nem kell szerződés, módosítási díjat fizetni, és a többi, és a többi. Csak utána ezt elfelejtették közölni velünk, hogy ez a megállapodás létezik.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Ők megkötöttek egy megállapodást, biztos feltették az intézeteknek a honlapjainak a bugyrai legtávolabbi részében, nem tudom pontosan, hogy hova rakták, de nekünk ezt ugye elfelejtették mondani, hogy te figyelj már hova, hát te bajba vagy. Sőt, az én pénzintézetem még ezután a dátum után utalta az én pénzemet. Tehát itt az ügyvezető igazgatója még aláírja Veres úrral a megállapodást, hogy a bajban lévők segíti, utána meg nekem kiutalja a hitelt. Értitek? Ez a következő ábra pedig arról szól, hogy miután ezt a megállapodást megkötötték, utána ők azért még egy 307 milliárd forintnyi hiteleztek devizával. Ugye ez abból a szempontból lehet érdekes, ha valaki ilyenben gondolkodik, hogy vajon az az információ, amit ő nem mondott el, és ezáltal neked okokozati összefüggésben károt keletkezett, akkor ez vajon minek minősül? Csalás. Nem csalás. Nem írtuk ki. Ez a csalás törvényi tényállása, a tévedés beejtése és a tévedésben tartás minősített esetleg. Tehát ugye nem véletlen valóda kiírva, tehát tűnhet úgy, hogy jogilag, vagy ez inkább a köznapi nyelven írtuk ki, hogy csalt a bank, de ha szigorúan vesszük a törvényeket, már pedig illene szigorúan venni, akkor ez jogilag is csalás volt, amit ezek itt műveltek sorozatosan, és éppen ezért felelősségre is kell őket vonni, és következménye kell, hogy legyen ennek. Nyilván mondhatják azt a bankok képviselői, hogy amelyiket az egyik tudott, az a másik nem tudott, egyik kéz nem tudta, mit csinál a másik. Én nem tudom, ti ezt elhiszitek-e, én nem hiszem el. Ugye vannak erre utaló jelek, honlapokon fönt vannak, gondolom a pénzintézetek is néha nézik ezt a videót, vagy legalábbis jelentenek nekik. Ettől még elmondom, ugye fönt vannak a pénzintézetek honlapjain olyan információk, hogy hogyan tudnak határidós ügyleteket számolni, ezzel egyfajta üzleti szolgáltatást nyújtanak befektetőknek, vagy éppen eszközvásárlóknak, akik mondjuk euróban kell, hogy fizessenek az áruért, és azt értékesítik itt tovább. Ismerjük a kerítőlédet, mint ügyletet. Tehát tudjuk azt, hogy tudnak a bankok határidős árfolyamot számolni, ami ugye a kamatparitáson is alapul. Ezért nehezen elhihető, hogy a banknak egy másik osztálya meg nem tudja, ki az ügyfélnek kiadta ezeken az alapokon a hitelt. Szóval ezek ilyen szempontból furcsaságok. Elég aggályos. Elég aggályos. És hát ugye ez az eset, amikor nem bankhoz jövünk Sziget-Szent Miklóson, hanem a titkos Fidesz irodához. Ugye látjátok, egyetlen egy dolog árulja már csak el, hogy ez egy Fidesz iroda, hogy a Führer arcképe itt van, és a választás utáni gondolatai, miszerint nekik Magyarország az első. Persze, mert innen tudják a legtöbb pénzt kiszivattyúzni saját zsebeikbe. És hát ugye a partnerük, tehát a kormányzó partnerük egyik akciója, a hollikos akció után, amikor ugye azt mondták az egyik civil szervezetre, hogy ez egy bevándorlást segítő szervezet, ennek kapcsán ide tesszük, hogy ez egy diktatúrát építő szervezet. Az az ő véleményük volt, ez meg a mi véleményünk. Tehát ebből is arra lehet következtetni, hogy az a hiszti, amit itt elrendeztek az alaptörvénymódosítással, meg a JTV módosítással, meg a BTK módosítással, meg a szabálysértési törvény módosítással, meg a magánélet törvény bevezetésével, amit ugye nagy részt mind a sárga pólósok tevékenysége miatt hajtottak végre, a szart se ért, hiszen ők maguk is azt mondják, hogy szabad véleményt nyilvánítani, szabad kinyilvánítani neked valami nem tetszik, hát ezzel élünk mi itt most, és látjátok itt azért a nyomokat, mások is élnek ezzel, bár többen tennék és többször, akkor szerintem sokkal előrébb járnánk. Tehát erre a rácsra, ami most azt jelzi, hogy rácsok mögött van a Führer, azt jelképezi, ide kiírjuk, hogy ez egy diktatúrát építő szervezet, és azért a történelemben
minden olyan országban, ahol voltak tökös emberek, ott azért a diktátorok megbuktak, és rácsok mögött végezték, vagy temetőben nagyon hamar. Itt is én ezt a két lehetőséget tudom elképzelni a Führerrel és bűnbandájával kapcsolatban. Hogy melyik lenne a jobb, azt most így nem tudjuk. Az se, hogy neki melyik lenne a jobb. Majd az idő eldönti, hogy mennyire fogja feszíteni még a Hurta diktátor. Én akkor ugye a Magyarország diktatúrát építő szervezet és a többi dolgot kiteszem, és akkor vissza is adom a szót Csabának, hiszen a könyv és az ő gondolatai most a fontosak. Mi jövünk a jövő héten is, meg voltunk a múlt héten is, tehát lesz még időnk elmesélni azt, hogy mi mit gondolunk. Köszönöm szépen. Én egyetlen egy lapot, látjátok, gyanúgy most álltam itt ki, nem vagyok olyan mértékben ismerős, mint azt mondják. Én nem tudtam, hogy éppen a Fidesz irodánál szállunk ki, de ő rájuk is vonatkozik, és nem baj, hogy a kezembe vettem ezt a lapocskát, ami ugye a kamatnak a viszonyáról szól az ügyleteinkben. Ő rájuk is igencsak vonatkoznak ezek a hipotetikus kérdések, hogy vajon, amikor a Trócsányi úrék benyújtották az országgyűlésnek a törvényjavaslatot a forintosítás és elszámolás kapcsán, és erről készültek ugye különböző végrehajtási rendeletek, hogy akkor vajon a hozzáértő jogászok és közgazdászok, akik ezeket benyújtották a parlament elé, és akik ezt megszavazták, vajon miképpen gondolkoztak erről a kérdésről? Például, amit mondtam is, most megpróbálom felolvasni, bár ugye van már videófelvételetek erről, hogy ezt a három kérdésről olvasom. Ha a kölcsönök és a leasing szerződések alapja a svájci frank volt, ezzel csökkenő referencia kamatok, például a LIBOR, miért nem csökkentették a szerződések ügyleti kamatait? Erről már beszéltünk. Amikor a pénzintézetek és a szerződéses blankettákat egy oldalú, sőt nem tudom, nulla oldalúan, mert azon nincs aláírás. Ugye senki se írta alá, úgy tudom, ti se írtatok ilyet alá, pénzintézet se írta alá, tehát még neve sincs emberek csinálták. Nyilván ők arra hivatkoznak, hogy mivel a törvény előírta nekik, ez nem kell aláírással ellátni. Szerintem ez fasság, mert a HET előírja, hogy csak papír alatt és aláírással elrendelt szerződés róhat ki kötelezettséget a pénzügyi rendszerben résztvevőkre. Na mindegy, ezt hagyjuk is. Tehát amikor benyújtották a DH törvényeket, akkor vajon ez a csökkenő referencia kamat kérdését miért intézték el úgy, hogy a szerződés megkötésekor a szerződésbe írt ügyleti kamatot vették a teljes futamidőre. Tehát ugye 2008-tól mondjuk 2015. február 1-ig, amikor megcsináltak a részletes elszámolást, akkor ugyanazt az ügyleti kamatot vezették végig, amit ebbe a csaló banki termékekbe, a szerződésekbe beleírtak. Holott, ha közgazdaságilag igaz van is ezeknek a embereknek, vagy nincs, ezt ítélje meg a kedves néző, akkor az árfolyam kockázat ellenértéke, a kúria elnöke is kimondta, a kamat kockázat, illetve a csökkentett kamatnak a mértéke. A csökkenő kamat minimum 2%-kal kevesebb volt a futamidő része alatt. Tehát te, kedves néző, tudd, hogy minden hónapban legalább 1,8, néha 1,5, valahol 1,87, de volt, hogy 2%-kal is több kamatot fizettél, ami annál, mint ami közgazdaságilag indokolt lenne. Abban az esetben, ha nem csaláson alapulna, tehát a deviz alapú szerződéseknek. Na most, amikor benyújtották a törvényjavaslatokat és a végrehajtási rendeleteket megszavazták, akkor miért csinálta azt a törvényhozás, hogy ezt nem vette figyelembe, ezáltal újabb károkat okoztak neked. Erre válaszolhatok, hogy miért csinálta? Bocsáss meg! Mert az idomított majmai a bankároknak, tehát oda is van téve Orbán Viktor fejéhez, most, hogy autóval jöttem, a nagy majom. Bocsáss meg, hogy... De ez annyira ide kellett most, hogy miért csinálta. Igen, tehát valószínű, tehát fölmerülhet az, hogy a bank szövetség érdekeinek megfelelő ezek a devizahiteles szerződések.
Én azt javaslom, hogy aki kedvet érez magába, az ezzel kapcsolatos gondolatait jöjjön és a pókalacékkal ragasztaszik a megfelelő kívülmányára, vagy ha úgy érzi, hogy ő levelet szeretne írni a Trócsányinak, ez ügyben nyugodtan tegye meg, vagy az összes házához, vagy menjen a házához, vagy akár az összes parlamenti képviselőnek, aki megszavazta ezeket a törvényeket, nyugodtan tegye fel ezt a kérdést, hogy miért kellett minden hónapban 2%-os több kamattal elszámolni a te elszámolásra. És akkor cibaszok veled, bank következik, ez jön sorba. Ugye már csak két bankunk van, és Csabának mondom, hogy a mondandója és a könyv bemutatása, hogyha még van valami fontos, már csak két bankunk van, egy bankautomata és egy újabb iroda, ami a fideszes képviselő, Bóna Zoltán képviselői irodája, tehát ezekre a helyekre fogunk még benni. És ezt azért mondom, mert ugye nyilván ennyire nem tudod pontosan itt a menetrendet. Ja, Laci az elején kérdezte, hogy hol lehet ezt megvásárolni, ezt gyorsan elmondom. Könyvesboltokban kapható. Most menjetek neki a dolognak, mert hál' Isten elég jó kedvezményeket adnak. De ezt ettől függetlenül, illetve ez követően is, amikor ők már nem fognak akciózni, e-mailben lehet rendelni akár tőlem is. Ez ha minden igaz a poszt környékén, a Laci nem tudom, hogy betette, ha nem, akkor majd valahogy egy kommentbe beillesztjük. Kommentbe írd be, légy szívesen videóhoz most nem tudom, majd, pontosan jó, mert nem írtam a címet, azt hiszem lámpagyújtogatók@gmail.com, de majd inkább beírjuk, ne higgyetek nekem, mert nem tévedek. És akkor itt meg lehet rendelni közvetlenül tőlem is, meg nyilván a bankokba is. Én egyébként, vagy bocsánat. Ott is. Még az is lehet, hogy bankok is árulni fognak. Ez egy jó kis elszólás volt, igen. Figyelj, jobban örülnék, ha a bankok végre könyveket árulnának, és nem mérgezett banki termékeket. Visszatérve, ugye a könyvesboltokat én azért ajánlom, mert egy szociális intézmény, egy régi, jól megbecsült társadalmi rétegnek a találkozó helye. Ezt a szokást, ha tudjátok, vegyétek újra magatokra, olvastatok, szagoljatok bele egy újonnan kinyomtatott könyvbe. Én inkább ezt javaslom. Persze rendelhetnek internetről és webáruházakból is, de azért a könyvesboltnak van egy kis. Igen, nekem is ez a véleményem, abszolút. Szereted a könyvedet? Könyveket? Nagyon, igen. Kevés időm van olvasni, sajnos. Mert a bankok elveszik az időt. Ez így van, de ha tehetném, akkor reggeltől estig csak olvasni. Az úgy, egy másik világ, nem? Igen. Igen. Régebben többet olvastunk, amikor igen. Nem harcoltunk, ez teljesen. Igen, csak egy fél mondat Laciék történetében, amikor írták, hogy fogjátok olvasni a könyvbe, nekem szó szerint leesett az állam, amikor mondják, hogy ez a harci Opelbe, amiben most éppen vagyunk, a könyv megírásán, vagy az interjú időpontjáig kb. 4 millió beletankoltak már. Igen. Igen. Most képzeljétek, abból mennyi könyv felettet volna, Anita, nem? Igen, ez így van. Jobb lett volna. Ez így van. Vigyorog itt Szigeten utolsóan, és ugye az előbb említetted ezt a mérgezett banki terméket. Kíváncsi vagyok a véleményedre itt a Cipa, ha még így van, hogy a reklámplakátjuk van, amit erősen sérelmezek. Mérgezett banki termék, és gyerekekkel reklámozzák ezt a mérgezett banki terméket, mert ugye minden banki termék mérgezett. És egy picit is fel is háborodott az egyik, amikor itt voltam, egyik alkalommal az egyik kommentelő, hogy na de ezeknek a gyerekeknek a szülei, akik megengedték, hogy egy banki terméket reklámozzanak, egész nyugodtan, tehát egy banki terméket reklámozzanak, ez vajon hogyan engedhették meg a szülők? Ha nem szeretne szerepelni, elfordult a kamera, tehát egész nyugodtan befejezni, ha csak ezen múlott. Teljesen legális. Hát mindig vannak olyanok, akiknek nem feltétlenül tetszik, amit csinálunk, nem olyan nagy probléma ez. Ebből alakul ki a társadalmi egyeztetés, főleg, hogyha ezek a vélemények tudnak találkozni. Tehát nagyon fontos, hogy ugye azt hiszik a politikusok és a bankárok, hogy minden jó, amit csinálnak, de senki nem mondja, hogy nem így van. Tehát nem mondják meg neki. Persze. És ezért csinálják, mert hát senki nem mondta, hogy nem jó.
senki nem mondja, hogy nem tetszik nekik. Ezért kell minden nap százaknak és ezreknek kinyilvánítani a véleményét, de nem a Facebookon hőzöngve, hanem úgy, hogy meghallják azok, akiknek szól a véleményünk, mert másképp pusztába kiáltott szó a leghatásosabb és legjobban alátámasztott vélemény, ami esetleg már nem csak vélemény, hanem tény, de ha ezt csak otthon pufogod, és a Facebook az nem több, mint otthon pufogás, akkor bizony nem értél vele semmit, holott lehet, hogy megoldás lehetett volna valamire. Kérdeztél, Laci, erről a képről, mi volt pontosan a kérdésed? Tehát, hogy mit szólsz ehhez, hogy gyerekekkel reklámoznak mérgezett terméket, holott ma már mondjuk egy cigarettára is rá kell írni, hogy halál okoz. Hány ember halt bele abba, hogy bankkal szerződést kötött? Vajon nem lenne helyesebb ide kilakoltatós képeket tenni, amikor elájul valaki a kilakoltatáson, vagy amikor öngyilkos lesz, vagy amikor hajléktalanok a híd alatt, vagy az aluljáróba fekszenek, hogy amikor valaki bankkal szerződést köt, akkor erre számítsa. Mert hogy nagyon sok ember ide jutott. Ezzel egyetértek, tehát ahogy a cigaretta dobozára rákos tüdőket föl tudnak nyomtatni a fogyasztóvédelmi előírások miatt, lehetne a banki reklám táblákra is kilakoltatott embereket. Elfordulunk, mert a... Nyugodtan lehetne, igen, banki hirdető táblákra is kilakoltatott emberek képét tenni nevetgélő diákok helyett, akik ráadásul igencsak ki vannak szolgáltatva, mert egy olyan társadalomban nőnek fel, amely társadalom őket abszolút tudattalanná teszi. Ez a célja. Ez a folyamatos reklámokkal történő bombázás, az egyszavas, egymondatos kifejezések, amivel egyébként a politika is előszeretettel bombázza most a társadalmat, azért, hogy minél rövidebb, minél egyszerűbb üzenetekkel elbutítani a társadalmat, és ezek a gyermekek nagyon-nagyon ki vannak téve ennek a veszélyének. És hogyha ebben a befolyásolt állapotukban berántják őket egy diákhitelbe, vagy egy olyan folyószámlába adott esetben, amit ők nem fognak tudni felelősséggel kezelni, mert pénzügyeik nincsenek még, ugye 26-27 évig anyuka szobájában lakik, aki majd délután esetleg elmosogat helyette, vagy talán havonta egy-kétszer levisz majd egy szemetet. Nyilván ez nem általánosítok, elnézést érte, nem szándékom, csak azt mondom, hogy egy olyan millióban nőnek fel, ahol az az üzenet, hogy nyugodtan létezzél, legyél liberális gondolkodású, nem muszáj befejezned az egyetemet 4 év alatt, nyugodtan nyárd azt 10 évig, de majd adunk hozzá hitelt. És majd a diákhiteledet, amit a kormány garantál, nem tudom most, hogy erről van egy sztori, ezért hoztam szóba, akkor azt majd visszafizeted akkor, amikor te majd dolgozol. 26-30 évesen, amikor majd elkezded, akkor elkezdheted majd ezt visszafizetni. Na most az állami garantált a diákhitellel kapcsolatban az a véleményem, elnézést, kedves nézők, hogyha rossz számokat mondok, ezt az emlékek megkoptak, tudjátok be ennek, de nekem volt diákhitelem, amikor én ezt fölvettem, akkor a magyar állam garantálta 6,% hitelt, diákhitelt, ez nem is tudom mikor, ez a 2000-es évek táján volt. És amikor én végeztem, tehát fölvettem mit tudom én 1 vagy 2 évre, amikor én végeztem az iskolával, akkor a magyar állam már ezt 9%-ban garantálta. És amikor megjött az első fizetésem és el kellett fizetni, akkor a magyar állam azt már 11%-ban garantálta. Igen. Jó, tehát én nekem ez a véleményem a hosszú távú állami garantált szerződések és kedvezményes hitelek kapcsán. Óva intek minden fiatalt, hogy 10 évesen bankszámlája legyen. Én azt javaslom, pénzügyileg tudatos módon inkább valami feltöltőkártyában gondolkozzatok, kedves szülők.
És írjátok meg a Humán Erőforrás Minisztériumának, ugye milyen szép neve van ennek, hogy vajon ez rendben van-e. Meg kérdezzétek meg a Matolcsi úréktól, az MNB-től, hogy ez rendben van-e, hogy fiatal, befolyásolható tinédzsereknek szeretnének diákszámlákat hirdetni. Nekem ez az véleményem. Igen, sajnos kötelező a diákmunkásoknak a bankszámla. De miért? Ezt tudod? Nem tudom, mert az én fiam még csak most lesz 16 éves szeptemberben, úgyhogy... Terroristák biztos a diákok, hogy átláthatóak legyenek? Nem tudom. Én mondtam neki, hogy ez nagyon gáz, hogy ő szeretne ugye most már munkát vállalni majd iskola mellett, alig várja, hogy 16 éves legyen, és hallottuk a barátjától, aki már elmúlt 16 éves és egész nyáron dolgozott, hogy ő neki rövid idő után szóltak, hogy akkor nyisson bankszámlát, és ugye ott is fel voltak háborodva a szülők, de hát kénytelenek voltak, ha a gyerek fizetését fel akarták venni. Az jó történet. Igen, tehát kötelező a bankszámla a gyerekeknek. Ugyanúgy egyes tanintézetekben kötelezik a diákokat, kötelezik a szülőket, hogy legyen Facebook csoportoknak a tagjai, mert ezen keresztül kommunikálnak. Könnyebben lehet őket ellenőrizni, irányítani. Én úgy gondolom, hogy itt minden az ellenőrzésen. Tehát a hangsúly azon van. Ugye tudjuk a kormánynak azt a szándékát, hogy a készpénzt ki akarja szorítani végérvényesen. Érthető egy részről ez a szándék. Nyilván a fekete gazdaságnak jót tenne. De én azt gondolom, hogy elsődlegesen a bankoknak jó. Mindenképp. Az, hogyha mindig, ahogy adószáma van a gyermek születésekor, ugyanúgy majd bankszámlája lesz, vagy valami azonosító e-színkártya lesz a bőre alatt, vagy nem is tudom, hogy milyen képzeteket hozok ide, elnézést a nézőktől, de az első pillanatban kontrollálni akarnak téged politikailag és pénzügyileg. Így van, így van. Egyébként lehet, hogy már van mindenkibe csíp, csak nem tudunk róla, tehát persze. Nem szeretek orvoshoz. De ez már inkább ilyen összeesküvés elmélet. Direkt nem járok orvoshoz. És hát szerintem lehet, hogy ahhoz már nem kell orvoshoz sem menni. Megittam? Lehet, hogy megittam. Lehet. Hány helyszínünk van még? Egy? Még a Raiffeisen Bank van, illetve még Bona Zoltán képviselőirodája és egy bankautomata, egy OTP automata. Igen. Úgyhogy közben a bank az feldíszítésre került. Csodálatos. Van, az is. Csak nem ezzel. Tehát egyben az összes bankot kezeljük egy mocsokként. Ez egy téma. Nem is azzal megcsinálták a hitelezést, és a legnagyobb probléma, hogyha én Anita, miért szeretsz olvasni? Mióta szeretsz olvasni? Én gyerekkoromtól, tehát... Hogy álljak a nappal szembe, ugye? Igen. Én gyerekkorom óta, tehát egész kicsi korom óta, amióta tudok olvasni. Adod egy picit. Azóta olvasok. És szüleim elmondása szerint egyébként én képes voltam a földről fölszedni újságpapírokat, szemeteket akár is elolvasni, tehát mindent képes vagyok elolvasni. Akkor ment a paplan alatt olvasás, minden? Igen. Iskolában, szünetekben, szerettem. Órák alatt? Ott azért nem annyira. Nem annyira. Milyen jellegű könyveket szeretsz? Hát most inkább ilyen... krimiket, összeesküvés, elméletes könyveket. Akkor Dan Brown, így van, mindegyik, persze. És hát nagyon sok politikai könyvet, vagy hát ugye a politika az benne van az életünkben, akármennyire is azt mondják az emberek, hogy nem politizálnak, én sem szerettem volna politizálni, de nyilván rákényszerítettek, hogy politizáljak, és ebben a témában szívesen olvasok könyveket is, jó. Pont ezért. Azt kívánom, minél többet. Igen, szeretnék, úgyhogy azon vagyunk, hogy ezt a dolgot megoldjuk, és akkor több idő legyen. Igen. Paci, mi volt az úriemberre? Az úriember nagyon szimpatizál velünk, mert találkozott velünk bírósági folyosón is, ugyanis a CIP bank átverte. Felvett a gyerekeinek, épített egy 4 lakásos társasházat 50 valahány millió forint összeget ott 2008-ban, és ezt követően ugye bedőlt természetesen ez a történet, és elvettek egy csomó házát, cégeit és minden egyebet, perben áll a bankkal. És hát természetesen ő is látja az egész politikai mocskot, a banki mocskot, a követeléskezelőket, tehát ilyenekről beszélgettünk vele,
Tehát míg ő neki voltak érvei amellett, hogy a bank miért mocsok és miért kell ezt csinálni és miért jó, amit csinálunk. Milyen érvei voltak? Hát ezek, hogy őt is átverték és látja, hogy gyakorlatilag mindenkit átvertek a bankok. És ugye volt előtte az a fiatal ember, aki meg azt kérdezte, hogy hát ő megkérdezi, hogy ez legális-e egyáltalán, amit csinálunk. Már a bankok? Igen. Ő ránk értette, hogy a mi tevékenységünkre, és ugye azt mondta, hogy tehát hogy neki nem voltak érvei amellett, hogy ez miért ne lenne legális, míg ennek az úrnak volt érve mellett, hogy amellett, hogy miért jó, hogy ezt csináljuk. Tehát ez egyébként nagyon jellemző a fideszes és a hatalmi kommunikációra, hogy általában azok, akik ellenállnak a hatalomnak, azoknak vannak érvei. Aki a hatalom mellett áll, annak nincs érve, legfeljebb a migránshozás. Tehát, hogy miért egyébként meg azt akarjuk, hogy sok migráns jöjjön? Tehát így körülbelül ennyi. Meg, hogy nincs diktatúra. Mert ha diktatúra lenne, akkor ezt mi nem csinálnánk. Tehát ugyanezt az egy mondatot ismételgetik. A diktatúrának nagyon sok fajtája van. Nagyon sok megnyilvánulási formája van. És még ugye az úr annyi volt, hogy ő azt hitte, hogy konkrétan csak a cipparral van kapcsolatban problémánk, de és akkor ugye nyilván talált volna valamilyen közösséget, hogy közösen fellépjünk, de ugye nekünk nem csak azzal van problémánk, hanem az összes bankkal is, kompletten az egész banki magatartás formával. Nem került szóba, hogy akkor jöjjön mindig csak a cipparhoz, amikor ti erre jártok? Szóval jött, hogy kellene csinálni valamit, ő maradt a bírósági útnál, azt hiszi, hogy ezzel meg tudja oldani. Remélem, hát ha sikerül neki, hát... Én azt mondom, hogy mindenki tegye azt, amit ő jónak lát, de tegyen valamit. Így van. Ez nagyon fontos. Ezt írtam a könyvben is, azt gondolom, hogy minden károsultnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy őt magát és a családját olyan helyzetbe hozhassa, hogy vagy meg tudja ezt oldani, vagy el tudja ezt viselni, tudja tolerálni ezt a helyzetet. Tehát mentálisan, érzelmileg, lelkileg, kutya kötelessége mindannyiunknak, hogy tegyen az ügy érdekében, kinek mi a módszere. Nagyon fontos, ezt senki nem fogja helyettetek megtenni, és hogyha arra vártok, ahogy Laciék szokták mondani, hogy majd más hoz egy törvényt, vagy más, majd benyújt valami petíciót, nem azt mondom, hogy nem lehet petíciót nyújtani, nyújtsatok be petíciót is, bánya-kánya. De az a lényeg, hogy ti cselekedjetek, akár felőlegesen, akár szellemileg, de mindenképpen tegyetek hozzá az ügyhöz, mert lehet neked a legjobb ügyvéded, ha az a legjobb ügyvéd, nem ismeri náladnál jobban az ügyet. És biztos lehetsz benne, hogy nem fogja ismerni náladnál. Tehát amikor te már elolvastad 13-szor, és utálod, mert utálod már azt az ügyet, de náladnál jobban senki nem tudja, hogy mi történt az aláíráskor, a hidegpecsék hogyan került rá, vagy nem került rá. És te tudod azt mondani, hogy te kedves bírónő, hát velem nem iratták alá azt a kockázat feltáról nyilatkozott. És a bank meg azt mondja, hogy már pedig aláírom. És erre mondja neked a bíró, hogy kedves ügyfél, mert ugye azt hiszem a polgári perrendtartás valamilyen fasságokat követel meg, hogy akkor te hozzál bizonyítékot arra, hogy veled nem iratták alá. Ugye? Van, ez így van. Igen. Meg küldd be te azt az ASF-et, ami ASF-et neked nem adtak oda. Tehát ezeket úgy nagyon nehezen tudom megérteni, de mindegy, nem kell mindennek tökéletesen működnie. De az a lényeg, hogy egyedül te vagy az, aki a legjobban ismeri az ügyet. Mert a bíró, mert az ügyvédet, ha van, az egy tök jó dolog, és semmiképpen nem javaslom nagyon nagy problémával rendelkező embereknél, hogy végül csak saját magában bízzon, mert az ügyvédeknek is azért vannak olyan észrevételeik, főleg most az új polgári perrendtartás kapcsán, ami hát nem túl kedvező a kispénzű perlőknek, meg a kispénzű ügyvédekkel rendelkező károsultaknak. Tehát esetenként én azért azt tudom mondani, hogy nem lehet azt jól ügyvéd nélkül megcsinálni, de az a lényeg, hogy te mindenképpen kell lesz hozzá, ahogy a Laciék is mondták múlt héten Siófokon, ahogy a Lehman György is azt sugallta, hogy legyél ott, legyél benne az ügyben, legyél ennek az ügynek a birtokosa. Nyilván az ügyvéded hozza majd a jogi szakvéleményt, és majd mondhatod az ügyvédednek azt, hogy de Gyuri bácsi vagy, tök mindegy, hogy kinek most éppen ki az ügy, de hiszen nekem nem ad.
magának nem, nem adta. Hát, na ez az a leleményesség, a józan paraszti ész, ami után már az ügyvéd azt mondja, hogy meg vagyok meg. Közben azért megmutatom, amit Laci csinált. Szépen földíszítette a bankot. Mivel jobban néz ki, nem? Mivel beszédesen. A téglát láttad? Igen, hogy egyébként igen, mi ezért 150 ezer büntetést kaptunk, hogy egy téglának látszó falhasábot elhelyeztünk a bank előtt, mert hogy bombának nézték. Hát itt van. Kíváncsi, hogy hány ügyfél ijedt meg ettől a téglától, és hányan hitték azt, hogy ez a tégla egy bomba? Na milyentől sem ijedtek meg, csak hát megint volt egy segnyadó bíró a harmadokon, az ítélő táblán, és azt mondta, hogy már pedig ez közveszéllyel fenyegetés volt. Meg egy picit a könyvről annyit tudnék elmondani, anélkül, hogy ne spoilereznék, ezt nem szeretném, hogy Laci volt a legbeszédesebb az összes közül, de nem meglepő. Bele is töltöttem a legtöbb időt, tehát természetszerűen sok anyag gyűlt össze. A Laci esetében 77 oldal gépelt árjegyes tömör, tőren szedett anyag keletkezett. Ennek nyilván nem a teljes része nem kerülhetett bele a könyvbe, mert akkor a Laci kellett volna tenni. Egy része, kb. 2,5-szer annyi anyagot tudtam dolgozni, mint amennyit fel tudtam használni. Aki akarja, hozzájuthat ehhez az anyaghoz is, könyvnek a részében talál ehhez instrukciókat, hogy hogyan tud, ha szeretne természetesen megrendelni ezt a teljes anyagot. Körülbelül ennyit mondanék erről. Laci nagyon sokat, nagyon sok jót beszélt. Nyilván nem mindent volt körülbelül 3-4 mondat, ami végül nem került a leírott anyagba, mert már az nem volt ott helye, vagy nyelvtanulag, vagy szerkezetileg nem volt rendben. De alapvetőleg majd fogjátok látni a könyvben. Igyekeztem a szöveg környezetet mindenhol megőrizni. Emiatt fogtok találkozni olyanokkal, hogy azt mondja, hogy nem egy túl irodalmi szerkezet. Hát nem. Ez egy beszélt nyelv, ez egy társalgási nyelv. Nyilván nem egy szép irodalmi műről beszélünk, de remélem élvezni fogjátok. Én nagyon szeretem a párbeszédes könyveket. Uh-huh. Végeztünk? Nem, most még a bankautomatához. Még egy automata és egy bóna. Az automatát lehet, hogy most... Addig beszélgessetek egész nyugodtan, én pedig felteszem a kis plakátokat. Tehát a beszélt nyelvnél, ugye... Ja igen, a beszélt nyelv, ugye az azért sokszor izgalmas. Én úgy gondolom, hogy én nagyon szeretem a párbeszédes könyveket. Nyilván én gyerekkoromban nem voltam nagy könyvolvasó, és az ilyen hosszú leírásokat csak később kezdtem el értékelni, ahogy korosodtam. Tehát amikor egy író vagy egy költő hosszasan időzik a környezetnek, meg a milliónek a leírásával, a dramaturgiát, hogy én ezeket nem értékeltem nagyon gyerekként, és jobb szerettem a párbeszédeket az ilyen könyvekbe. Azóta ez már megváltozott, de most úgy gondolom, ez egy nagyon izgalmas könyv lett a párbeszédeivel. Ebben sehol nem találsz egy leírást, a bevezetőben és az utolsóban nyilván van egy pár saját monológ, de alapvetőleg ez a maga 260 oldalában ez egy párbeszéd. És valaki ezeket szereti, őnek itt nagyon ajánlom ezt, mert nagyon izgalmas, mert a saját gondolataikat, a saját élményeiket osszák meg ezek az érdekvédők. Mesélnek arról, hogy polgári életében mit szeret, pálinka főzőt épít például, hogy ő nagyon szeret síelni, Lázár Nénes például, de azt mondja, hogy ez nem kerül be a könyvbe, vagy nagyon szeret túrázni magánéletébe, hogyan viszonyultak hozzá a rokonai, az ismerősei, bántották-e őt ezért, hogy fölvette ezt a hitelt, vagy hogyha már fölvette, akkor nem hagyja a dolgot, nem hagyja annyiban, nem hagyja nyugodni ez a gondolat, hogy őt átverték. Aztán vagy igaza van, vagy nincs, nyilván ezt majd az utókor eldönti, lehet, hogy majd kárpótlás formájában, nem tudjuk.
De mégis az, hogy ő személy szerint hogy élte meg. Uh-huh. Nagyon érdekes volt azt hallani, hogy például a Hámori Gábor, aki egyébként egy végtelenül precíz ember, majd fogjátok olvasni a könyvbe, és végletekig precíz módon működik, mert nem tudja, hogy mennyibe tartozik. Tele is szarja most már. De ezek ilyen érdekes élmények, hogy azt mondja, hogy ő már nem törődik ezzel, ő nem akarja az igaz, ő azt mondja, hogy ezeket a szerződéseket össze kell tépni, ezekben nem szabad már belenézni, mert nem itt van a probléma. De ezzel szemben van akár a Laciék esete, akik eljárást eljárásra halmoznak, és minden egyes ügyben pontosan ismerik az ügy állását, saját magukat képviselik ezeken a birtokvédelmi és egyéb eljárásokon. Nagyon nehéz ez az út. Nem, én azt gondolom, hogy mindenkinek tudatosan kell hozzáállni ehhez az ügyhöz. Meg kell próbálnia mindent megtennie, és ez nem a könnyű út. A könnyű út otthon megnézni ezt a videót, letenni a telefont, és tovább folytatni mindazt, amit eddig csináltunk, az a könnyű út. Ezt nem javaslom senkinek, mert nem fog a kilakoltatás válogatni. Egy kedves ismerősöm Szegeden mesélte, hogy ők egy ilyen kis csoportban szerveződnek, és mesélte, 50-valahányan vannak már, mesélte, hogy minap hozzájött egy olyan faluból egy érintett, egy emberke, aki egyébként kapott már kétszer szórólapot azzal kapcsolatban, hogy lesz egy ilyen szervezet, aki akar, mehet, és nem csatlakozott. És most megjelent, és kérdezte tőle az ismerősöm, barátom, hogy de most hogy eljöttél, eddig kétszer nem? Hát mert a szomszédomat kilakoltatták. Igen, a személyes példa. És senki nem hiszi el, hogy az ő utcájában lesz majd valaki, akit kilakoltatnak. Vagy a szomszédját. De higgyétek el, ha leteszitek a telefont ezután, a videó után, anélkül, hogy semmit nem tesztek, a szomszédotok lesz a következő, és utána meg ti. Hogyha abban a helyzetben vagy. Így van. Így van. Pontosan. Mindenkinek sor tud kerülni, aki nem harcol ellene. És kedves nézők, az utolsó állomás következik, ha még valakinek bármi kérdése van Csabához, akkor egész nyugodtan, körülbelül egy 5-10 percig leszünk még élő közvetítésben, most lehet ezeket feltenni, később pedig a könyvben lévő elérhetőségen. Ugye Csaba, lehet ilyet, hogyha valakinek valami kérdése egyébként van. Egyébként nagyon tetszik az embereknek, tehát azt írják, hogy nagyon jó, amit csinálunk, nagyon jók vagytok, hatalmas, szóval ez a mai, ez különösen tetszik, úgy látom, hogy új arc is van közöttünk, és ez mindig egy kicsit megdobja egyébként, igen, a nézettséget. Hát igen. Én azt kívánom, hogy Laciéknak mindig legyen új arcuk. Tehát csak jelzem, hogy 150 forint Szigetszent Miklósra a busz, hogyha valakinek nincs autója, tehát nyugodtan el lehet jönni. De egyébként ott a saját lakóhelyén is megcsinálhatja bárki, tehát még csak utazni így sem van. Kell. Van. De hogyha szeretne, mi szívesen látjuk. Persze. Bárkit. Biztos, hogy teszünk. És egy kicsit a mai napot is különlegesítem, hogy Csabá által elhoztuk a könyv többi riportalanyát is magunkkal, hiszen hallottam itt, amíg én ragasgattam, hogy azért beszéltél arról is, hogy ők hogyan gondolkodnak, mit mondtak el, stb. Tehát én azt gondolom, hogy így egy kicsit őket is bemutattuk, és persze ennek semmi akadálya nincs továbbra sem, mert hiszen voltak már többször velünk mások is, te is, meg mások is, véleménynyilvánításokon, Szabó Józsi is, így van. Politikusokról beszélgettek veletek. Így van, tehát nincs akadálya, hogy valaki így eljöjjön velünk, hogyha úgy gondolja. Akár egyénileg, akár meg amit Anita mond, hogy fog egy kurva plakátot, egy kurva ragasztót, és fölteszi a véleményét, mint ahogy én ide Bóna Zoltánhoz, ahhoz az irodához, ahol még soha nem találtunk itt, de adófizetők minden hónapban egy rakáspénzt kifizetnek arra, hogy ő ezt az irodát bérelje, hogy béreljen hozzá egy titkárnőt. Bóna Zoltán, én azt gondolom, hogy ez így mindenképpen lopás, hiszen azért szerintem kevés ember van, aki Fidesz irodához olyan sokat jár, mint én. Jöttünk már hétköznap, hétvégén, bármikor, de egyszer sem találtuk itt Bóna Zoltán és a
ami igazán ide kell, ez a, ebben a házban diktatúrát építenek. Minden olyan, ami Fidesz érdekeltség, ott egy diktatúra építésről van szó. Jámbor Ádám pedig írja, hogy követi a példánkat, és nem sokára készíti a diktatúra táblát. Nagyon jó. Nagyon jó. Ennek is nagyon örülök, hogy az is elindul. Én azt gondolom, hogy ez lesz a következő nagy durranás, amikor ezeket a gyülekezési törvénymódosításokat és önmagában a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozták, hogy mindenfelé azt hirdetjük, hogy ez egy mocskos diktatúra, és ezért fellépünk minél több helyen, és talán azt látjuk, hogy mintha egyre többen csatlakoznának ehhez, és egyre többen szimpatizálnának ezzel. És akkor hagyok ide a kinti nagy táblára is. Na, azt javaslom az érintetteknek, hogy ahogy itt a Laci mondta is, hogy szívesen látnak bármit, ahogy volt erre precedens, hogy aki egy érdekvédelmi szervezetnek tagja, azzal szimpatizál, nyilván abban tevékenykedik, aktivista, akár bármilyen szavakat használhatnék, attól függetlenül, ha van kedve, nyugodtan menjen el a többiekhez is, és a lehetőségek, a közös pontok értékéig működjenek el. Tehát nem muszáj mindenkinek perelni, és a hibrid termék mélyén lubickolni, vagy megérteni akár a kamatparitásnak a lényegét. Nem is biztos, hogy utcán kell lenni, de amihez hozzá tud csatlakozni, és úgy érzi, hogy abban a pillanatban igen, másnak segítsége van, és az ő ügyét segítve, a saját maga ügyét is ezáltal erősíteni, tegye meg, menjen, álljon mellé más ügyeknek is. Így van. Közben felkerült a diktatúra plakát és a vidomított Majom Bóna Zoltán képviselő irodája elé a táblára. És itt a másik oldalon is. A legutolsó plakát, ami a legeslegfontosabb most, a végrehajtások leállítása, tehát ezt így a film végére hagytuk, hogy ez a plakát, ami a legfontosabb üzenet van jelen pillanatban, de ez csak akkor fog megtörténni, ha minden nap százak és ezrek fogják követelni, hiszen látjuk, nincs rá szándék, igazi szándék az ellenzék részéről sincs, hiszen ők is idomított majmai a politikusoknak, a Fidesz részéről meg egyáltalán nincs, hiszen most már a legtöbb kilakoltatást Fidesz közeli követeléskezelő cégek hajtják végre, vagy ők kérik. Tehát innentől kezdve miért is tenne a Fidesz olyat, hogy leállítja a végrehajtásokat? Ezt csak akkor lehetne megtenni, ha minden nap százszámra, ezerszámra roskadoznának a plakátoktól a Fidesz irodák, a fideszes politikusok lakásai, és ezerszámra roskadoznának a plakátoktól a bankok, és mennétek a bíróságokra, a rendőrségre, a hivatalokba, és mindenhova, ahova csak lehet. Most még felteszem mindenhova a sárga szalagot, bár lenne minden héten fekete szalag, piros szalag, és mindenféle más csapatnak a jelképe is, tehát én ennek nagyon örülnék, hogyha nem a likvidáltságunk lenne itt Sziget-Szent Miklóson, hogy véleményt nyilvánítunk, hanem ezt nagyon sokan csinálnák. Mai napon itt volt velünk Csaba, nagyon örülünk neki, gratulálunk a könyvhöz, bár ugye én még csak a végét olvastam, a saját interjúmat ismerem, illetve küldtél néhány fontosabb szösszenetet másoknak a gondolataiból. Biztos nagyon izgalmas lesz ez a könyv, tehát én nagyon örülök neki, hogy ebben részt vehettem, és megtiszteltetés számomra, hogy ebben szerepelhetek. Hiszen ez egy olyan könyv, ami könyvesboltokban megjelenik. Hol lesz regisztrálva? Levéltárban talán? Vagy mit mondtál? Hát igen, ugye mivel ISBN számmal rendelkezik, és ez volt az alapvető cél, hogy nyoma maradjon az érdekvédő szervezeteknek a munkásságainak, ha csak egy kis darabját is tudtam én ezt fölcsippenteni, hogy nyoma maradjon, és a Széchenyi könyvtárban ISBN számmal kutatható legyen, és aki akarja, hozzáférhessen, akár fél éven belül, akár öt éven belül, vagy hogyha kárpótlási törvényt fog ellenzéki képviselőként benyújtani, akkor pedig mondjuk egy pár év múlva el tudja menni a könyvtárba, és ezt ott ki tudja venni. Több más nagyon fontos könyvvel egyetemben egyfajta ilyen gyűjtő munka ez. A célja pontosan ez volt,
annyi példányszámban jelent meg, hogy nullszadós legyen a végén vélhetőleg. Nyilván ehhez majd ti is kelletek, úgyhogy olvassatok örömetekre. És ajánljátok másoknak is, tehát nagyon fontos, hogy ezt a videót is osszátok meg minél több helyre. Biztassatok embereket, barátaitokat, ismerőseiteket, hogy aki igazán mélyen meg akarja nézni a hátteret, tehát nem csak azt az egy videót, ahol éppen elküldök mindenkit a büdös picsába, vagy nem csak onnan akar minket megismerni, amikor éppen egy baloldali politikussal, vagy egy jobboldali politikussal találkozunk, és besorol minket jobbra vagy balra, vagy amikor éppen a rendőrök elcipelnek, és azt mondják, hát ezek anarchisták, és nekünk ez nem tetszik, és ebben nem akarunk részt venni, hanem igazán meg akarja ismerni, ahogy mondtad is, a családi háttereket minden szereplőnek, a motivációját, a gondolatait, azoknak javasoljátok, hogy ezt a könyvet nézzék meg, olvassák el, és akkor egy kicsit bővebb és pontosabb képe lesz erről a sebzás harcról. De ami a legeslegfontosabb, az olvasásnál is fontosabb, hogy te magad is fogd meg, álljál föl a fotelből, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá!